Szevasz, üdvözlöm mindenkinek ezen a szép napon reggelen, délutánon, itt vagyunk az autó, hogy látjátok, szervusz. És nem máshol megyünk, mint a Universal Studio-ba. Képp, hogy csak kijöttünk ide, mutatom, innét a szállodából, és megyünk arra lefelé, opa, a stúdióba, a Universal mellett ott lesz a Warner Brothers stúdió, a Disney stúdió, az NBC stúdió, no, szóval ilyen film stúdió, a nagyon sok ilyen film stúdió, és a Universalon megyünk, ugye. Körülbelül egy ilyen 10-15 perc múlva odaérünk, nem kell a GPS, nagyon remélem, hogy nem, hogy oda fogunk találni. Úgyhogy tolassunk, és menjünk, jön valaki, senki, akkor mehetünk. Itt van a Warner Brothers-nek a bejárata, látod a Warner Brothers Studio. Oda is be lehet menni, de ott nincsen ilyen vidám parkszerűség, vagy hogy mondjam. Itt csak a stúdión, csak a filmeket akarsz csinálják. Ha akarsz vidám parkos részt is. Ja, de hogyha akarsz vidámparkos részt is, akkor a Universalba kell menni. A Disneynek sincsen. Be lehet menni a Warner Brothersba is, de csak végigvisznek és megmutatják, hogy hogy csinálják meg, hol csinálják a filmeket. A Disney is. A Disney az itt lesz majd bal oldalt. Nem olyan túl messze. Ami több bejárata van a Warner Brothersnek is. Attól függ, hogy hol akarsz. Itt nekünk már el kell fordulnunk jobbra. Hogy előkész? Jobbra megyünk? Melyiken megyünk jobbra? Megjöttünk a parkolóba. Universal Studio. Ez miért erre jött? Majdnem nekünk jött. Majdnem. Mi fogom megállunk. És besétálunk a bevásárlón keresztül. Bejöttünk, megyünk a parkolóba befelé. Mi kijöttünk a parkolóból, ugyanis hogyha kicsit többet fizetsz, akkor odaállhatsz a legelejére a bejáratnak. Úgyhogy mi egy kicsit többet fizettünk és a bejárathoz állunk. Ja, egy extra 10-esért, csak azt mondtam, hogy merre kell menni, azt mondták, hogy sárgát kell követni. Úgyhogy a sárga vonalat követjük, vagy a jelet, na minek, ma meglássuk. Megálltunk a parkolóba, a 6B-n álltunk meg, csak azért mondom, hogy ha véletlen találnánk meg az autót hazafelé, akkor vissza tudjuk nézni a videót megint. Nem megint, ugyanis eddig nem kellett visszanézni, sose lehet tudni, úgyhogy a 6B. Mi a másik kamerában? Miért a másik kamerában? Ezt is vissza tudjuk nézni. Megyünk a lifthez, gyorsan felmegyünk és bemegyünk. Megjöttünk, feljöttünk. Most kiváltjuk a jegyünket. És itt is ugye megvan már a jegyünk, ott a bejárat szembe. Olyan jegyünk van, hogy nem kell sehol sorba állni, úgyhogy csak besétálunk mindenhova. Max egy ilyen 1-2 percet kell várni, nem kell 45 percet, meg 1 órát ugye. Olyan jegyet vásároltunk, hogy mindenhol csak be tudjunk menni, hogy a Davis miatt ne kelljen várni, mert a Davis sok mindenre itt nem tud bemenni. Itt a tábla, megnézzük a nagy gömböt is, ami itt lesz. Aztán bemegyünk a piros szőnyegen, ugye Lukasz? Ott kell bemenni. A jegyet meg ott kell felvenni ott elő, úgyhogy azt fel kell venni, addig nem tudunk bemenni. Ott a Universal, látod? És át kell menni ugyanitt itt is a biztonsági. Megnézzük a táskát, meg hasonló dolgok. Nincs nálunk valami. Bejöttünk, átjöttünk, megnéztek, nem volt állunk semmi. Nézd, itt vesznek fel egy műsort, egy ilyen tévéműsort. Minden reggel általában. Hogyha jól tudom, legalábbis nagyon sokszor, mert szoktam látni a tévébe. És mi nekünk erre kell menni, hogyha jól tudom, beadjuk a piros szőnyegen. A jegyet valót kell majd felvenni. Uhú! A bevásárló pedig ott lesz bent szembe, abban majd bemegyünk utána, hogyha végeztünk. Na! Forog körbe, mi? Hú-hú! Lukasz, menjünk be a piros szőnyegen. Ja, szép piros, mi? Egy tiszta is, nem is koszos. Biztos kiporszívozták. Biztos minden reggel kiporszívozzák. Nice try, thank you. Hey, come on! Sikerült bejönni, ez a bejárat, nézd, látod? Szép szobor. A jegyet még nem vettük fel, ugyanis azt mondták, hogy jegyet itt kell bent felvenni valahol. Itt is van egy ilyen fő utca, ahol lehet sétálni, mert kisebb nagyobb boltok vannak. Aztán nem is tudom, hol megyünk először. Körbe sétálunk, aztán meglátjuk. Lehet, megnézzük először az alsó részt, a stúdió részét. Aztán majd jövünk
felfel, hogy is van egy alsó rész, meg egy felső rész is. Nice car, hey? Szép nagy autó, jó régi. Na, ezt a mumiába használták ezt az autót? Abban nézd, látod, 1999-ben az autó a mumiába. Majd oda is bemegyünk, hogy közcsak ezt felveszik a jegyünket, jó? Oké. Okay. Ja, ott a Dreamworks, ott a Harry Potter. Ott vannak a Minions, look, Minions. Hú, megjöttünk a Simpson Landbe. Itt van a Simpson hullámvasút, aztán a Simpsonnak ez a étterme. Ja, oda néz, ott a Simpson rendőr autó. Szép, érdekes. Ugye megyünk innét tovább, először azt mondja, menjünk az alsó részére, ahogy mondtam, és tájunk felfelé. Alul vannak a nagyobb hullámvasutak, meg a stúdió. Yes. Simpson, Simpson, itt a Quick E-Mart. Nem sokára bemegyünk oda is, csak ott Harry Potter, right? Nézd, látod? Ott lesz hát Harry Potter. Na menj el gyorsan, üljél le oda, készítünk el fényképet. Lucas befutott a végtére. Nem érsz, don't be scared. A Milhouse. Milhouse. Ez is nem tudja, hogy miért ilyen nagy. Studio Tour. Erre fogunk rámenni legelőször, és ez megy le a stúdiókhoz, ahol lenni tudjuk nézni, hogy csinálják, vagy hol csinálják a filmeket, a tévéműsorokat. Azt hiszem, hogy nem a gyors vágó, mert csak 10 perc. Which one? The fast? Menjünk a gyorsba, hát ott még annyit se kell várni. Nem akarunk 10 percet se várni. Ugye reggel van még korán, és ilyenkor korán reggel nem kell sokat várni semmire, az a jó. Ott van a visszajövőnek a része, ahol felvett ugye a visszajövőbét. Már ami megmaradt belőle, ugyanis volt egy tűz pár évvel, jó pár évvel ezelőtt egy része megsemmisült, bár újraépítették. Meg át is alakították közben ugye a másik tévéműsorokhoz, meg filmhez. De a főtér még mindig megvan, meg körben házak. Az óratorony az már nem úgy néz ki, mint ahogy a filmnek kinézett, azt átalakították ugye közben. De meg fogjuk nézni, rettentően izgatottak vagyunk, legalábbis én nagyon. Megjött az autónk, vagy a vonatunk. Tehát nyitják az ajtót és menjünk. Milyen a négyes? Oh. Hello ladies and gentlemen, or more should I say good. Itt a tűzoltóság. Lejöttünk az alsó részre, itt lesz meg a stúdió. Itt vannak a hangárok, ahol készítik a filmeket, meg a tévé, műsorokat, jobb oldal, bal oldal. Itt vannak a kinti helyszínek, itt születnek sok filmet. És mindjárt kérünk a főtérre. Meg van építve sok ilyen városrész, úgyhogy nem kell neki kimenni ugye a városra filmezni, és ide lejönnek. Csatlakozik, hogy hol akarnak filmezni. Ott szemben. Itt készült a visszajövőbe. Ott a bíróság, az óratorony, látod? Az óra még mindig fent van. Oda néz, így néz ki élőbe a visszajövőnek a szett. Érdekes itt lenni és látni, bár most nem szálltunk ki. Itt lesz a Kika. Oda nézd, oda fogunk bemenni. És megnézzük. Ez
Simpson for the movie for 3 minutes. The airplane crash site set is a perfect example of a set. Used that was CGI Peter Jennings. FBI, on the ground. We don't work for nobody. I suggest you clear out of here, otherwise we can't guarantee your safety. I gotta move my arm! Now we're moving! Look out! You can be the witness, turret! Hit the nitrous! We're not gonna make it! Try to die! Lukasz, végeztünk ezzel, ugye? Úgyhogy most menjünk tovább. Évezte a Davis is, kivéve egyszer vagy kétszer rákezdett hirtelen sírni, mert lefröccsülték vízzel, okay, ugye amikor bementek a King Kongba, ja, Fast and Furious, a halálos síramba magyarul, azt hiszem úgy mondják. De amúgy élvezte, legalábbis azt mondta. De most visszajönjünk ide a Simpsonhoz, itt nézzünk körbe egyet, mondták, hogy bemehetünk ide a Simpsonos boltba, tehát egy jégkrémet, ugyanis jégkrémet akar tenni. Mondta, hogy ez Simpsonos jégkrém, az agyfa ízni valamit ottan. Eszünk, aztán megyünk tovább, vagy az alsó részére, ugyanis ott vannak a nagyobb hullámosulak, a múmia, a Simpsonra, oda is bemegyünk. A Simpson, én azt mondom, hogy a Davis nem érted, de meg kell nézni. Ja, ott van lent a visszajövőbe az alsó részén, biztos most is ott van. Transformers is ott van lent. Nincs visszajövőben. Visszajövőben az nincsen, de az autó ki van állítva még mindig. Ja, de mondom, itt volt a visszajövő. Ja, régen itt volt, de most már nincs, úgyhogy hol van az a fagyis volt itt a Simpson része. Nézd, ott vannak a Simpson rendőrök. Ó, már futunk is oda valahova. Ott vannak a Simpson rendőrök. Mondjuk ez gyorsan bemegy a WC-re, megint szokás szerint. Aztán megyünk tovább. A Simpson Ah, ez ott a Simpson. Ott a Homer Simpson. Oda, jó, várjál, nyuszi, várjál. Itt a Homer Simpson, le lehet vele fényképezkedni. Bemegyünk a Fiki Mártba. És megnézzük, hogy mit árulnak itt. Mondom, Simpsonos dolgokat. Nem hiszem, hogy valami más. Ó, van itt sok érdekes. Iszunk egy ilyen Duff sört, azt hiszem. Kuki, mit látsz? Na, hiszünk egy ilyen duffossak. Nem tudom, hogy az összes egyforma, már a bombiz is. De nézd, mekkora tonnát ott találtam. Tudod venni? Ja, jó nagy. Akkor ezt meg tudsz tenni. Ez nekem egy évre elég lenne, vagy kettőre. Na, hol az a sör? Ez a duffsör. Bár az nem sör, hanem energiaital amúgy. Davis meg azt hiszem, hogy ezt nem teszi be. Úgyhogy ezt visszük haza, ezt a bártot. Ja, levesszük, hát ki kell fizetni, pedig nehogy lettél róla, Kuki. Gyere, kifizetjük. Na itt a dápsört, úgyhogy most kibontjuk, és megkóstolom, ami energiaital, úgyhogy ilyen nem jó. Én akartam inni. Ja, tudom, hogy te akartad inni. Tomi, jobb lesz, ha ez igazi sör. Ez nem igazi sör, energiaital. Sokkal jobb lesz. Szagol! Wait, hold on! Ja, a szőlős az ezen, a szőlőnének azt hiszem. Ja, olyasmi. Na, ki ezt megisszuk. És megyünk befelé a Simpson vasútra. Lukasz meg a mai bement a Simpsonra, én maradtam ki negyed a Davis-szel. És megvárjuk, amíg le lehet fogunk azt fényképezni itt a Bart Simpsonnak. Na, te jössz, azt hiszem. Hi. Jó. Na, it's alright. Say hello. Say hello. Davis. Look at him. Bemegyünk a Mónak a kocsmájába, bemegyünk. Ha? Nézzünk, mi van itt a kocsmában. Hú, itt erre. Meg sörözze, nézd, ott a Mó. Szi? Halluk el te. Ezt lehetne biliárdozni, de aztán ez csak mutatóban van.
Ráfajunk a túloldalra. Nézzük itt, mit adnak. Vicces. Na, itt lehet kapni hamburgert, halat, chicken thumbs, maybe. That's what you're gonna have, huh? Megyünk lefele az alsó részre, látod, oda le. Ott lesz a múmia, hullámvasút, a Transformers, a Jurassic Park, ami nem tudom, nyitva van-e vagy nem, ugyanis újították a múltkor. Jégkrémet teszünk legalább, és a Davidson lejöttünk erre az alsó részre. Ott van a Jurassic World, a Jurassic Park. Mit? Ott a dinoszaurus. Ja, ott. Ja, ott a dinoszaurus. Ott kaptál jégkrémet. Elmentem a mami hullámvasútra a Dukesszel. Úgyhogy most jelenleg itt várunk. Feleségem elment a Transformersre. És a mumia olyan volt, a mumia, képzeld el, hogy van egy ilyen sötétbe, a hullámvasút ment a sötétbe, rettentő gyorsan föl le mindenfelé. És a videó nem nagyon lehet elmondani, de jó volt. Mit mondasz? Megettük a jégkrémet, legalábbis a Davis megette. Ugye sétálunk, itt voltunk ebbe a múmiába. Kár, hogy bent nem lehet filmezni. Mondjuk akarnál se tudtál volna. Ja, most is meg fogjuk nézni, ez a Jurassic Park, az egy vizes hullámvasút. A felesége meg a Lucas ott vannak benne a Transformers-en. Ugye egyet itt körbe sétálunk. Megyünk, nyuszi. Arra nézd, ez a bejárat a múmiának. 25 percet kell várni, mi csak kettőt vártunk, mert van egy gyors jegyünk. Elég gyors volt ez. Itt egy Starbucks. Bal oldalt ilyen éttermek, kisebb boltok, ugye. Elsétálunk erre, megnézzük a Transformers-t, és ott van kint. Aztán átalakul egy autóvá, vagy valami, mert nézd, beszél a gyerekekhez. Kint vannak a katonák. Látod, Fuki? Ott vannak a katonák, és vigyáznak a Transformers-ra, ja? Ó, vigyázz, mert nekünk jönnek, nem figyelnek az emberek. Transformers-re se tud ugye a Davis-be menni, ez inkább ilyen nagyobb gyerekeknek való dolog. Nézd, ott a Transformers. Valaki be van öltözve. Yeah. Scatter human. Nagy Transformers, mi? Yes, I see you. Why do I want to smash all four of your heads together? Maybe then you'd finally know what it feels like to have complete brain. Vicces ez a Transformers, mi? Yeah. Oh, hello. How was it? Hi. Cool. Jó volt? Jó! Majd megyünk ketten is rajta? Oké. Miért nem akarsz visszamenni rá? Melyik volt jobb, a múmia vagy a Transformers? A múmia jobb volt. Ugye ezek is ilyen bentiek. Elég gyorsan végeztetek. Na gyere, menjünk! Nem jön nézni a Jurassic Parkot, legalábbis a kívül. A feleségem is Lucas elment rá. Én itt maradtam a Davis-szel, ha? Ja, ma nem vagy vizes? Megmostjuk a kezünket az előtt. Nézd, ott vonat lejönni, megnézzük, hol jönnek le, jó? Ez ilyen vizes hullámvasút. Nem is vasút, ilyen hullámos, vizes valami. Nézd, ott ebolt, van egy Jurassic Parkot vásárolni. Oda fel akarunk menni, a lépcsőre. Nézd, megnézzük, hogy jönnek le. Ezzel nem volt rajta Lucas meg a mami. Feljöttünk a lépcsőre, azt mondta Davis, jöjjünk fel. És mindjárt jönnek. Nem tudjuk, hogy melyikkel fognak lejönni, az a baj. Vagy ezzel, vagy a másikkal. Oda nézd! Benne vannak? Én nem láttam őket. Olyan gyorsan lejött. Ott jönnek, pont. Ott jönnek, látod, ott ülnek elő. Pont nem tudtam lefüggelni a fejüket. Na mindegy. Feljövünk ide gyorsan, kinézzünk, mi van itt. Fönn nincsen semmi. Csak körbe lehet nézni. Ott fognak kiszállni, látod? Ott ülnek legalább jobb oldalon. Nézd, ott az a kis sárkányik. Na, hol jönnek? Hát kell lenni a bolton nekik valahol. Láttuk, hogy nem látjuk. Vagy ha csak ott ki nem mentek. Szerinted kimentek, vagy nem mentek ki? Láttuk a mamit. Igen, mert vizes lettél? Egy pici. Nem sokat. Szóval volt egy picies és a nagyos. Én majdnem még vizes a piciesen. Igen, vizes lehetne a pici leesésen, mint a nagyon. Na mehet. Na itt a Dóra.
The Explorer. Davis egy fényképet készítele. Jó, itt a Universal. Én nem tudom megölni. Davis! Davis! Hoz tende, a take a photo of you. Na nézd, találtam egy ilyen gyerekes rész, ahol Davis tud játszani. Ide jöttünk volna legelőször, hogy lejöttünk, csak nem tudtuk, hogy itt van. Ilyen nagy dinoszaurusz csontfáz, és itt gyerekeknek lehet futkorászni. Még a nagyobb gyerekek ugye mennek a másikon, hogy az egyik szülő a hullámos úton. Valószínűleg most ezután elmegyünk és megebédelünk valamit. Hova ment a Davis? Ott a túloldalt valahol közé, fújják a vizet rá. Meleg van. Annyira meleg mondjuk nincsen, de azért meleg van. Nem annyira meleg, mint mi nálunk mondjuk. Menjünk felfelé, mutatom. Sok-sok lépcsőn kell felvenni. A Mami meg a Lucas felmennek a mozgó lépcsőn, meg a sima lépcsőn. Sétálunk a lépcsőn? Oké. Sétálunk. Azt mondta a Davis, felsétálunk a lépcsőn. Kiér előfele? Hm? Ki fog előfele érni, a Mami, a Lucas, vagy pedig én meg a Davis? Még mindig megyünk. Mi fogunk nyerni? Visszak ez ember. Azt hiszem, mi nyertünk. De a következő nem mászunk fel. Következő. Mozgó lépcső megyünk a következőben. Nézd, ott a Mami meg a Lucas. Úgyhogy mi nyertünk a Davis meg a Derby. Mozgó lépcső. Megjöttünk. Eszünk itt a Simpsonnak az ételnébe. Ott van a Mónak a kocsmája szembe. Úgyhogy itt eszünk egy hamburgert. A Davis meg van a lást. Harry Potter Land. Ide megyünk most be, ezt körbenézni. Mi van itten? Minden. Ott egy vonat például. Én nem láttam mondjuk a Harry Potter filmet, kívül az első részét, de az se végig. De azt mondják, hogy jó. Vagy egyszer lehet, hogy megnézem. Itt egy vonat. Az az ember meg mozog. Azt hittem, hogy nem mozog, de mégis mozog. Na mi van itten? Hogyha rettenten szeretnénk Harry Pottert, azon biztos, hogy nagyon örülnék neki. Kár, hogy nem a visszajövőbe városanak, jobban örülnék, bár ezt is szépen megcsináltak, olyan, mintha havas lenne a háztető. Mit? A sört. Olyan butter sört. Nem tudom mi az. A Lucas ilyet akart. A Lucas ilyet akartál inni rettentő régóta. Jó, akkor menjünk egy kört, aztán visszafele iszunk egyet. Aztán nem csak a Lucas akar ilyet inni, mert nagyon-nagyon sor. Mindenki akar ilyet inni. Biztos, hogy nem rendes sör, mert gyerekeknek ugye nem adnának rendes sör. Biztos valamilyen ital, valami jó ital. Ami ízleni fog mindenkinek. Oda be lehet menni. Mondom, az az egyik ilyen hullámvasutas rész. Aztán még mi van itt? Sok ember az biztos. Mi van itt már? Fogolj! Hósta. Az egy bolt. Erre megyünk, arra megyünk, gyere. Nem hiszem, hogy megharap a könyv. Már ott a száj. Alszik a könyv. Ott egy nagy kastély. Ja, Big Kafu. Már nem az a neve, én azt hiszem, a Lucas azt mondta, de... Na mondjad, Nussi. Oda fel akarsz menni? Jól van, megnézzük, hogy oda fel tudsz menni. Oké, rendben van, megnézzük, jó? Milyen íze van a sörnek? Jó? De milyen az íze? Mint a jégkrém. Yeah. Végeztünk a Lucas-szel, Lucas most viszik egy sört. Felmentünk arra a nagy kastélyra, amit most még nem lehet látni. De mutatom, hogy merre megyünk. És ilyen belső, nem is hullámos volt. Meg is az volt, fele 3D-s
volt fele, nem volt 3D, és kifele ki volt vetítve ugye a vászorra, közben ment az ülés erre, orra, nehéz elmondani. De jó volt. Úgyhogy most megyünk, talán megnézzünk egy műsort vagy valamit, ahova Davis ugye be tud ülni. Kijöttünk Harry Potter Landből, és most nem más teszünk. Na, Lucasnek nem nagyon ízlik a sör. Mi történt? Megharapta az ujját a Davis, de semmi gondbaj. Ami ilyen mindenki ilyen feliposztot teszünk, ami... Hogy hívnak magyarul Lucas? Vatta cukor. Oh. Hey, mommy, hold it. Mi van? You don't like it? Aztán nem hiszem meg. Nem is kell megenni. Nem. Csak teszed itt. Na, eljöttünk elnézni a show-t, a Waterworld show-t. Biztos emlékeztek a filmre, a Kevin Costnerre. Nem tudom, hogy volt a magyar címe. Nem sokára kezdődik a show. Mi ide jöttünk erre a részre, hogy a zöld rész odaülsz, ott vizes fogsz lenni. És ezek az emberek szerintem nem tudják, bár oda van írva. Van lehet, hogy vizesek akarnak lenni, mert meleg van. Még egy ilyen mennyi? Egy ilyen majdnem 10 perc is kezdődik. Ugye felültünk, ugye nyúzni? Felültünk ide erre a részre. Itt mindent jól lehet látni, Davis is jól fog mindent látni oda. Nem leszünk nagyon vizes, vagy egyáltalán vizesek. Honnétvaló ez a motor? Ez a mumiából való, én azt hiszem. Nem, Lucas? Mit csinálsz? Olyan gyorsan megy a Davis? Végeztünk itt a motorföldbe, amúgy most gyalogunk arra, szállni megnézzük a mini minyomokat, vagy hogy hívják őket magyarul, azokat a sárga figurákat. A Davisnek, amit nagyon tetszett, az a vizes rész, kivéve egyszer-kétszerik a nagyokat durrantottak, meg lőttek, meg robbantottak. Ezt majd. Akkor egy kicsit megijedt, elbújt, de utána kérdeztem tőle, hogy tetszett, azt mondta, tetszett, mondom, menjünk rajta még egyszer, azt mondom, menjünk még egyszer, menjünk, mondom, nézzük meg még egyszer, azt mondta, nézzük meg még egyszer, mondom, de nem féltél? Azt mondta, nem. Na mindegy, nézd, itt van a Walking Deadnek a... Be lehet menni, Lucas? Ne akarsz ijedni? Nem. Nem akarsz megijedni? Megmondnak a zombik. Ja, leesett a helikopter oda, tele van zombival. De azt mondom, hogy ez nem neked való. Mi? Kuki? Megjöttünk hozzájuk. Tudnám, hogy magyarul hogy hívják ezeket. Lucas? Na, Lucas, ezeket hogy hívják magyarul ezeket? Te se tudod, minien? Na mindegy, úgyhogy csinálunk egy pár fényképet a Davis-re. Én mentem a mozihoz, a Minionnek a neve csak a Minion a magyar szágon. Ugye az volt a magyar neve is? Ja. Na, hát akkor ugye az a magyar neve is. A Lucas valószínűleg egy lehet, a feleségemmel. Én meg kimaradok a Davis-re, aztán készítünk már egy pár fényképet, és átmegyünk oda a Funland-re, ugyanis az a Davis-nek a része, ahol tud menni. Ó, annyi víz jön ott le. Davis! Tisztus! Yes! Good boy, did you like it? Olyan nézni fog most menni. Mindenki az egész család erre felület, még a Davis. Úgy végeztünk ott a Minion, de ez milyen volt? Jó! Ilyen benti volt, és úgyis egy ilyen 3 vagy 4 és mozi volt. Felültünk, megyünk. Nyomjad, felmegyünk meg lemegyünk, attól függ mit nyom. Oho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 h
Kiborult a festék, de és úgy néz ki, hogy kiborult volna, megállt még egy fényképre. Mindig meg kell állni a Davis egy fényképre. Yes, yes. Mami not gonna be a zombie. Visszajöttünk ide a Walking Deadhez, és a feleségem bement, addig itt várunk a Lucas-szel, meg a Davis-szel. Lucas még mindig nem tud eldönteni, hogy ő is bemenjen-e vagy nem. A Davis hát a Davis ott biztos, hogy nem megy be. Meg majd bemegyek valószínűleg a feleségem. Ha megpróbálok filmezni, nem tudom, hogy lehet-e vagy nem. Lehet, hogy felszom a szemeget, azzal biztos, hogy lehet. Nem szól, hogy leesik róla, vagy meg nem ilyenek és nem tudok egy jó nagyot. Mi, Lucas, mi legyen? Bemegyünk, vagy nem? Én nem tudom. Nem tudod? Na mindegy, majd akkor eldöntöd. But no, you can't. I can't fight zombies. No, you can't fight zombies. A Davis, azt kérdezi a Davis, hogy... Ja, Daddy Ken, az tud verekedni azokkal a zombikkal. Azt kérdezte, hogy tud-e verekedni azokkal a zombikkal. Ja, Daddy az meg tud verekedni azokkal a zombikkal, de a Davis az nem. A Davis az túl pici meg verekedni azokkal a zombikkal. Ja, azokkal a zombikkal. Oh, you want to give him a hug? Give him a hug right there. What's up, fellas? What's your names, huh? Yeah, Lucas, and who's that little man right there? Yeah, there's Shrek right there, do you see? I don't know him. I'm the donkey, and that's Princess Fiona. You got a question? Well, fire away, man. A donkey is so... Look, man, I've been talking... Puss in Boots got a TV series. I don't even get... I mean, my backstory alone, that's like three movies right there. I know, it's epic right there. You know what? We're gonna work on this. There will be a donkey movie if it's the last thing I do, man. You'll do the what? You'll do the screenplay? Let's do it, man. Let's talk, man. Okay, we're gonna sit down. We're gonna talk. Like I said, my backstory alone. That's three movies right there. There we go. All right, man. Let's talk, man. We will split a waffle and we will talk about this. Cheers. Yeah, let's get a picture right now. There's a little publicity shot for the movie. Cheers. Oh man, I'm so excited, man. The juices are flowing, I'm so excited. Bye, see you later, love you, mean it. I'm saying it should be a Donkey standalone movie for years, but you know. What is going on, girl? Beszéltünk egyet, vagyis a Lucas beszélt egyet a Donkey-val, meg a, nem a Shrek-kel, csak a Donkey-val. Mi? Lesz egy Donkey film. Ja, lesz egy Donkey film. Na minden, megyünk tovább. Nem is tudom, merre megyünk. Lehet, megnézzünk egy másik műsort, ami nem sokára kezdődik. És van sok-sok műsor, meg sok-sok ilyen hullámvasútféle, ilyen benti, kinti, ugye. Még mindig kora vagyom, ahogy a park az este 10 órakor zár, úgyhogy van még időnk. De azt hiszem, hogy végeztünk. Azt megnéztünk mindent, ugye nyuszi? Majdnem felültünk mindenre, amire tudtunk. Jelenleg sétálunk erre kifelé, és az, hogy kimegyünk erre a bevásárló részre, ugye, az szó, mint van a Disneylandnél. Ha? Ja, nem terekszünk a zombikkal, még mindig a zombiknál tart a Davis, hogy mikor fogunk velük verekedni, nem terekszünk a zombikkal, úgyhogy elmegyünk, én azt mondom, kifelé. Ne, ők se verekednek a zombikkal, hát musz. Na, úgyhogy van egy ilyen bevásárló rész, ugye, mint a Disneynél, ugye, a Universal City Walk, és oda ki lehet menni, lehet nézni érdekes dolgokat, van ott egy pár étterem, kávézok. Azt fogjuk most megnézni valószínű, aztán majd megyünk valószínű tovább vacsorázni, ugye megint. Na, hogy tetszett, Lucas? Jó. Jó, kicsit fárasztó volt, nézd, ott a Universalnak az a nagy kereke. Ott mentünk be reggel, úgyhogy most átmegyek oda szembe, ott van az a bevásárló rész, és ott fogunk egyet körbenézni. Némileg elindulunk, mit csinálsz, rángatod? Na, beérkeztünk a legelső bolt, ahol be kell menni, a Universal boltja. Mondtam, Lucasnek, de most jöttünk ki belőle. Azt mondta, nem lesz másabb, úgyhogy kijöttünk, meg újra vissza be is megyünk. Megnézzük ugyanazokat, amiket az előbb láttunk. Ja, Lego, látod, Jurassic Lego, uhú. Ebben a boltban, meg kézzel le, csak zoknit árulnak, semmi más.
hogy eljövünk be megnézni a zoknikat. Hát, ha lukasztak, megtetszik egy szép zokni, mi? Azt! Én ezt a lehet válogatni. Nem azt! No, ez nem zokni. Az! Ja, az! Nem tudom! Nézd, ott egy nagy sárkány lukaszt, látod? Uhú! Fölül vannak azt hiszem az éttermes részek. Itt van, hogy mindjárt énekelni fognak. Nézd, ott egy nagy gorilla, vagy gorilla. Az nem egy gorilla. Az egy, nem egy gorilla, mi az akkor? Nem, egy gorilla, oké. Okay, az egy nagy gorilla. Hát ez meg micsoda? Te nem tudod. Jön a mami. Jön. Ott jön a Davis-szel, nézd. Olyan nézd, itt egy nagy dinoszaurusz. Jurassic Parkból. Meg itt van ez a, amiben, a filmből, amiben ugye beleültek és mentek a dzsungelba. Lukasz, hol vagy? Nem tudom, hogy ez a filmből való vagy nem, de ugyanúgy néz ki. Lehet, hogy csak kiállításra csinálták. Június 22-től. Most már játszak a moziba akkor. Hova mész? Elhagytuk őket. Lejöttünk a parklóba és megtaláltuk az autót, képzeld el. De amit néztünk, hogy mindegyik 6B. Reggel mondtam, hogy a 6B-n álltunk meg, és akármerre mész, ez a 6. emelet és ez a B szint. Tehát nincs külön sor, hogy 6B, C, D, semmi. Ez a mi autónk. Nem áhúzogat, aztán ki sem nyílik, tehát. Úgyhogy felvettük, hogy 6B. Már nem, ott 6C van, látod? Na ugye, arrafelé az összes 6B volt. Ne, ezért, hogy megtaláltuk. Van sárga cédulánk. Azért tudják, hogy van ide nekünk parkolunk. Na, én a Davis, hogy gyorsan beteszem, aztán elmegyünk meg ebédre. Ebédjárunk, vacsorázunk. Nap én megválasztam. Fárad az agyam. Hosszú volt a mai nap, én azt hiszem. Nem, Nyuszi? Neked nem? Be tudsz mászni? Ja, be az autóba olyan nehéz bemászni neki. Várj, elveszem a fölsőt. Minél elveszük a fölsőt. Ja, na menjél. Nézd, ott van még vízünk, látod? Sok vízünk. Amúgy a víz, ahol 4 dollárért vásároltuk, még az autóba itt van egy csomó. Lehet bevinni magaddal. Csak nem fér már be a táskába. Haza a hotelba visszaérkeztünk. Itt lag a székbe, hogy látjátok, egy kicsit elfáradtam, akkor olyan mondom, rettentő sokat gyalogoltunk. Elmentünk ugye megvacsorázni, visszajöttünk, és most csak semmit teszünk. Lukasz az már le is zuhanyzott, a Davison játszik, most megy zuhanyozni. Feleségem most van benn, én meg csak itt ülök és befejezem a videót, aztán rátöltem ugye a számítógépre, minden este ugye rátöltem a számítógépre az összes videót, és elmentem. A Universalban próbáltam annyit filmezni, ugye, amennyit csak tudtam, de mindenhol ugye nem tudtam, hogyha bementünk valamire, ugye sok helyen nem tudtam filmezni, nem is szabadott, meg közben mentünk ide-oda, de remélem, hogy azért sok mindent meg tudtam ugye mutatni, sok mindent ugye le tudtam filmezni. Ugye ez is egy elég nagy park, szerintem van akkor, mint a Disney park, hogyha nem nagyobb. Ugye van egy alsó része, egy felső része, és egy nap kell hozzá, lehet, hogy egy kettő is, úgyhogy mindent ugye meg tudja nézni, és rá tudja ülni mindenre. Mi majdnem mindenen mentünk, majdnem mindenen, de egy olyan másfél nap kellett volna szerintem, hogy ugye mindent meg tudjál nézni. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!